És akkor most jön a következő témánk, ugye, amiről már eddig is, tehát azért délelőtt is voltak ilyenfajta gondolatok a levegőben. Hát az volt a címe a programunknak a mostaninak, hogy a vegyszermentes növénytermesztés is szeretett ügy. Hát azért majd akkor megkérdezzük, hogy mi a különbség a vegyszermentes és a biotermesztés között. A vendégeink, akik erről fognak velem beszélgetni, Pap Orsolya, okleveles kertészmérnök, és Puszta Csaba, matematikus. És akkor itt jön be a csavar, hogy hogy kerül a matematikus a növénytermesztéshez. Hát Csaba, most nem az Orsinak adom előbb a mikrofon, hanem neked. Szeretettel üdvözlök mindenki. Nem, mint matematikus vagyok itt, ez, mert ilyen, hogy matematikus nincs is, hanem igazából műparaszt vagyok. Ezt mondtam a Timinek, hogy írja oda, de azt mondta, hogy nem írja oda, mert ez nem hangzik jól. Úgyhogy matematikus, majd minden elmondtam. És mitől vagy te műparaszt? Városi ember voltam, Pesten születtem, ott nőttem föl 30-valány éves koromig. Ja, így jó. Tehát ott éltem, mindenféle kulturális javaslatnak elegettével, mondták, hogy tanultam, nősüljek, hogy megnősültem, dolgoztam, csináljak céget, csináltam, nem mondták, hogy váljak el, de elváltam. Aztán utána mindent újra még egyszer, mert által nem volt jó, majd most jobb lesz, és akkor hát azért az se volt jó. És aztán egyszer csak vettem földet. Onnan a városból. Ez is egy furcsa indítatás volt, mert ilyen élelmiszerügyi, tehát ilyen, gondoltam, hogy egészséges ételt csinálok, mert akkor még egy McDonald's volt Budapesten, volt egy McDonald's 10 évig, és akkor a fiatalok mentek, így osztak a sorok, és azt a háromféle szendvicset megették mindig, meg a sült krumplit, meg a kólát. Gondoltam, hogy ilyet én is tudok csinálni, de akkor rendes ételt. Mert hogy ezek miért nem vesznek fel egy szakácsot, ezen gondolkoztam, tehát aki tud egy rendes ételt csinálni meg. Különben jó, mert tiszta, nincs pia, nincs füst, tehát az nagyon szimpatikus. És akkor, na és akkor ennek nekifogtam, elkezdtem, aztán ez valahogy zöld utat kapott, és utána vettem földet, de egyszerűen azért, mert vegyszermentes ételt akartam, tehát alapanyagot, és hát a piacon megkérdeztem valakit, hogy ezt a káposztát, ez nagyon szép, de ugye nem permetezte, hát mit mondott? Ha persze, hogy nem. És akkor aztán így vettem földet, és így elindult az egész dolog, és aztán úgy elkezdtem ki tanulni, aztán még mindig csak itt tanulom. Ez 20 éve volt. Hát akkor most jön Orsi. Most már tudjuk, hogy Csaba az, hogy került ide mellém. Orsika, akkor azért egy pár szót mondj magadról. Én is szeretettel üdvözlök mindenkit. Én is tettem egy csavart az élettörténetbe, mert gimnáziumban alapvetően én egy ilyen humán irányzatba indultam el, novellákat írtam, meg rajzoltam, majd leültem, hogy akkor most hogyan tovább, és azt gondoltam, hogy akkor holnaptól biológiával fogok foglalkozni, mert hogy hát majd egyszer biztos lesz, vége lesz a világnak, és akkor nekem majd tudni kell élelmet termelni. És ez így is maradtam. És akkor innentől kezdve hát kertészetet tanultam, majd botanikusként a természetes növényzetet tanulmányoztam, és 5 éve gyakorló biokertész vagyok. Most mi az előző előadásokban meghallhattuk, hogy mit tesz a mi testünkkel, lelkünkkel ez a sok-sok méreg, amit megeszünk. Akkor most te mondd el nekem, hogy mi a különbség a vegyszermentes és biokertészkedés között? Hát ez egy állandó konfúzió az, ami dél lenni ebben a témában, mert amikor embereket megkérdezünk arról, hogy mit jelent az, hogy biokertészet, biokertészkedés, sokan azt válaszolják, hogy vegyszermentes. És igazából nem feltétlenül erről van szó. Én úgy fogalmaznám, hogy biokertészkedni azt jelenti, hogy a természetes folyamatokkal összhangban dolgozni. És ez egy kicsit nehezebb. És a hiedelmektől eltekintve a biokertészet is használ vegyszereket, csak nagyon nem mindegy, hogy miért.
Mert milyen vegyszereket használ? Ami a természetes folyamatokat figyelembe veszi, ami pelletszerként használ, ez a réz és a kén, ami maximum engedélyezett, mind a kettő a természetben felelhető elem. Az összes többi az vagy pedig ilyen mikroorganizmusok, vagy növényi levek, vagy valami hasonló ilyen természetes anyag. Annyira tetszett, mikor múltkor Szegeden voltál, és elmondtad, hogy mi a különbség egy hagyományos, tehát régi típusú, vagyis hát vegyszeres permetezett kert, és egy biokert között. Hogy mondtad, hogy az egy élő dolog, tehát hogy ott mondd el nekünk. Ahogy az embereket nézem, hogy próbálnak ezzel a bióval valahogy megbékélni, vagy nem megbékélni. Azt látom, hogy nem igazán tudják, hogy a konvencionális, azaz a vegyszert használó mezőgazdaság hogyan működik. És amíg ezt nem látjuk, hogy hogyan működik, akkor nem igazán értjük, hogy miért lenne jobb a bió attól. A konvencionális mezőgazdaság úgy érzem, hogy félelmen alapul, mert igyekszik mindent az uralma alatt tartani. Minden körülményt szabályozni, és azt érezni, hogy ő az úr ebben a történetben, hogy én pontosan adagolom a trágyát, pontosan adagolom a vizet, minden pontosan én adagolok, és akkor az lesz, amit elvárok. A bio az nem ilyen. Ott az ember kénytelen megbékélni a félelmeivel, mert a természetre kell bízni a magát, és ez egy iszonyatosan nehéz dolog. Tehát itt most azt jelenti, hogy amikor nem terem a paradicsom annyira, akkor annak ugye az egész nagy ökológiát nézzük, komoly oka van. Így van? Tehát az ott élő embereknek akkor lehet, hogy most nem biztos, hogy paradicsomot kellene enni, mert ugye az egy hűtőnövény, és hogyha mondjuk éppen a nyár olyan volt, hogy keveset sütött a nap, akkor nem biztos, hogy most nekem sok paradicsomot kell enni. Tehát lehet, hogy elég az a kevesebbet termett paradicsom is, ugye? Hát igen, ez a úgymond, ha ezt a szép szót használjuk, a fogyasztó szempontjából is ugyanez ez a kívánalom van, hogy az emberek szeretnek a szokásaikhoz alkalmazkodva azt enni, amit szeretnének. És nem biztos, hogy a természetes folyamatok pont azt adják. Ha az ember próbál természetes folyamatokkal összhangban táplálkozni, akkor kénytelen megalkolni azzal, ami van. Nem tudja megenni, ami nem termett, és kénytelen marhasokat enni abból, amiben marhasok terem. És ez egyelőre lehet, hogy egy lemondást jelent, lehet, hogy egy nagyon erős alkalmazkodást jelent, viszont én azt gondolom, hogy emögött olyan folyamatok vannak, amikre többé-kevésbé úgy, ahogy ráérzünk, megértjük valamilyen mélységben, de ezek nem véletlenül történnek. Erről mi a véleményed, Csaba? Köszönöm. Itt egy kicsit megint műparaszkodok. Tehát én tudományokkal foglalkoztam, tehát amikor 5 éves voltam, megkérdeztem, hogy mi akarsz lenni, akkor nem azt mondtam, hogy vasutas, hanem azt mondtam, hogy csillagász. Aztán ezt elfelejtettem, mert közben mondták fiatal koromban, hogy hát ne okoskodj, annyit inkább vidd ki a szemetet. És aztán eltett megint pár év, és ott voltam az egyetemen, matek, fizika, csillagászakon, és volt, hogy eszembe jutott, hogy gyerekkoromban én erre gondoltam. Ez nagyon érdekes volt. Tehát ilyenféle dolgokkal foglalkoztam, meg bölcsészkaron, pedagógiát, meg a testnevelési egyetemet, kosárlabda edzőt, ilyeneket tanultam, tehát ez mind megalapozza, hogy én műparaszt legyek. És amikor földet vettem, akkor az első föld, amit életemben, amihez közöm volt, az 28 hektár volt, és lehetett gyakorlatozni, és végülis 65 hektáron dolgoztam 17 évig, mondjuk úgy, hogy biogazdaságot, tehát úgy mondtuk. Tehát 6 évig minősítettem a biominősítő szervezettel, és utána abbahagytam azt a minősítetést, mert hogy, ahogy Orsi mondja, hogy hát vannak engedélyezett szerek, meg ilyen zöld, meg sárga, meg piros lista. Hát én látom, hogy hogyan viselkedünk mi emberek. Hogyan lehet egy zöld oszlopba jutni a sárgába, vagy a pirosba átjutni a sárgába. Hát
úgy, mint bármilyen más listán át lehet jutni, tehát az ilyen lobby dolog. Az én hozzáállásom nagyon egyszerű volt. Miután semmihez nem értettem, volt egy ilyen igazolásom, hogy nem értek hozzá. És ezt föl tudtam mutatni. Tehát nagyon én mindig kérdezhettem. Most azt láttam, hogy a paraszt azért nem kérdez úgy. Tehát, hogy nézik egymást, és akkor látja, hogy az ott csinál valamit, akkor ez is úgy csinálja, meg így, de nem mondják el a tutit. Na most, hát én így, ugye elhangzott az előbb egy beszélgetésen kérdés, hogy mi az, hogy matematikus, mit csinál matematikus. Hát mit csinál? Hát az egy viselkedés. Ha elérkezek egy falig, akkor elkezdek nézegetni, mi van utána. Tehát nem állok meg. Tehát mindig meg akarom a következő választ, meg az okot, meg annak az okát, meg annak az okát. Ez csak egy viselkedés. Na és akkor ez az egész dolog egyszerű volt, odálltam a föld szélére. Azt már tudtam, hogy ha fölveszek egy marékföldet, abban körülbelül 1500 féle élőlény van. Nem 1500 darab, 1500 féle élőlény van. Egy marékföldben. Na most abban bármilyen nem oda való dolgot én beleöntök, mindegy, hogy mi az sárga színű egy hivatalba, vagy zöld színű oszlopból származó, akkor ez csomó élőlénynek kedvez, vagy néhánynak kedvez, csomónak nem kedvez. Hát aki nem kérdez, ott meghalnak, vagy elmennek onnan, vagy ilyesmi. Most ezt én ilyen nagy mellát nem látom, hogy azok a picik elmennek onnan, majd egy év múlva, vagy két év múlva, amikor a növényen látom, hogy boldogtalan. És akkor megint egy viselkedés, ugye? Hogy viselkedek? Hát úgy, ahogy belettem tanítva. Jön az a viselkedés, hogy hú, hát akkor adjak egy másik fajta szert, amelyik így visszapofozza. És adok egy másik fajta szert. De ebben nem teremtett olyan szereket, hogy na ezt ezértem, elrontottam, akkor ezt visszacsinálódik. Tehát nincs ilyen reset gomb a természetben. Hanem akkor az megint egy csomó lénynek kedve, ez egy csomó lény megint rosszul jár. Ugyanezt csináljuk az orvoslásnál. Vesz itt egy gyógyszerrat, mellékhatás. Akkor itt egy másik gyógyszer, tehát minden borul föl. Ezt egyszer lépésszel be lehet látni. És miután én nem voltam vérbeli paraszt, tehát nem volt automatizmus az a viselkedés, ami jellemző a mezőgazdasági termelőnek, és nem volt a kényszerhelyzetben, ez egy nagyon fontos, egy gazdasági kényszerhelyzetben van a termelő. Tehát ő neki abból a paradicsom bevételből kell előállítania a gyerek tanítatását, meg a villanyszámlát, meg ilyesmi. Na most ez a helyzet létrehoz egy hamis viselkedést. Tehát maga a helyzet, a szorítás kihozza az emberből a hamis viselkedést, a kettős viselkedést. Ami oda vezet, hogy én nem permeteztem semmit, de semmilyen szerrel. Tehát semmilyen szerrel nem permeteztem semmit. Ott a paraszt gazda meg, aki ott segített nekem, meg mit tudom, ilyesmi, azt mondta, hogy hát a családomnak én sem permetezek. Hát mondom, de marha rendes vagy. Na az én családomnak meg permetezel. Mert amit a piacra termel, azt megette az én városi család. Hát emlél a pontnál, hogy azt mondta, hogy hát valami ilyesmit mondta. Na, hát én a bióról ennyi, tehát és még egy ilyen műparasztos, hogy mindannyian tanultunk ilyet, hogy elemek periódusos rendszere, ugye középiskolában. Valami emlékképünk van, ilyen hülye táblázat, és mindenféle adat van rajta, és van egy élményünk, hogy ezzel maceráltak. Ki szereti a kémiát? Na, oké, az arány az... Ugye? Hát azért, mert sok kudarc élményünk volt ennek ürügyen. Na most ember ezeknek az elemeknek az ismeretében még nem állított elő termőföldet. Voltak próbálkozások. Ember nem állított elő termőföldet, és semmiféle élőlényt nem állított elő. Tehát az egy magasabb szintű intelligencia, amelyik ezt előállította, és amelyik képes ezt előállítani. A mi hatáskörünk az nagy, mert teremtő lények vagyunk, ám de annyi a dolgunk, hogy erre a hullámzásra ráüljünk erre a hullámra, és ezzel együtt mozogva teremtsünk vele együtt, színezzük. Nem pedig azt gondolni, hogy mi ezt fölülbereljük. És amit Orsi mondott, hát így alakult ki az a fajta viselkedés, ez a kapitalista viselkedés, hogy azt mondták, hogy figyelj, hát te olyan Jani vagy, hogy téged mi annyira nagyon tisztelünk, hogy te ehetsz februárban is epret, meg paradicsomot, meg mit tudom én. Hát erre mondta Orsi, hogy hát ezt el kell felejteni, ha jót akarunk, ha rá akarunk ülni a természet hullámzására.
Ennyi. Tehát mesterségesen lettünk így elhűítve, ez a fogyasztói társadalom. És a fogyasztói társadalom annak semmiféle természetes lét jogalapja nincsen, mert ellentétes a természetes hullámzásokkal. Hát, hogyha meg tudunk ezzel barátkozni, amit úgy mondta, hogy hát le kell mondani, ez nem lemondás, ez gyönyörűség. Hát igen, és hogy most mondjam, a megújulás a jövőért programunknak ugye az a lényege, hogy meg kell újítani a hozzáállásunkat a dolgokhoz, és felelősséget kell vállalni a tetteinkért. És itt jön be az, hogy amit ugye eddig történtek, hát azoknak mindnek van következménye. És az, ami most van, ez a következmény. Így van? Orsi? Igen, ez a felelősség, ez egy jó dolog. Ez a hullámzás, amit emlegetsz, ez érezhető, és lehet vele együtt haladni. Szükséges hozzá némi ismeret, egy kis odafigyelés, de ami a legnagyobb veszélye ebbe a témában, és amiért sokan nem merik megugrani, az, hogy nagyon árad a mi világunkból az, hogy hogyan kellene viselkedjél, és hogyha nem úgy viselkedsz, akkor nem vagy ember. Ahogy nagyon furán átalakul az ember élete, hogyha ezekkel nem kell, hogy szembe menjen az ember. Csak egész egyszerűen a szíve vagy a lelke szavát kell követni ahhoz, hogy így éljen, és hihetetlenül leegyszerűsödik egy csomó dolog. Iszonyú nehéz fölenni paprikát decemberbe. De nekünk feltétlenül zöldséget muszáj enni, mert az az egészséges, ezt olvastuk, van benne C-vitamin, meg E, meg D, meg minden vitamin. Én tudom, hogy vitamin hiányom van, akkor nekem paprikát ennem kell, bármibe kerüljön is. Fölejük a paprikát, elfogyasztjuk, íze nincs, de C-vitamin biztos, hogy van benne. Holott ennek az a természetes hullámzás, amit emlegettél, hogy a mi éghajlatunkon ezt a C-vitamin pótlást savanyított zöldségekből pótolja vissza az ember, savanyú káposztából. És ott van a zöldség, és nem kell erőszakolni azt, hogy ezt mi megegyük, a paprikát, amikor a természetes folyamatokat tiszteletbe tartva megvan az a zöldség adag, ami nekünk kell. És akkor nem kell annyit talpalni a paprikáért decemberben, és nem tartjuk fenn azt az ipari ágazatot, ami ezt kiszolgálja. Hát itt jön be az, ugye, hogyha az ember kezébe veszi ugye, a saját életét, és tudatosan kezd el élni, és látja az összefüggéseket, tehát hogy nem kell nekem olyat tenni, amit állandóan messziről hoznak, és azzal is szennyezik ugye a környezetet, hanem, amit Csaba mondott, ugye mindig azt teszem, amit a természet ad, azon a helyen, ahol én élek, mert egyébként állítólag ugye arra van szükségünk, ami itt terem meg. Tehát nekem nem feltétlenül van szükségem például banánra, bármennyire is finom. Mit gondolsz erről, Csaba? Összekötve a két kérdés meg a káposzta ügyet. Az egész azért érdekes, hogy viselkedünk. Úgy viselkedünk, ugye, hogy belet programozva, gyerekkorban belettünk programozva, hogy viselkedjünk, mert mondta Orsi, hogy akkor kapunk elismerést, ha megfelelünk annak a sugallatnak, amit az uralkodó előír nekünk. De ez nem rólam szól. Tehát hogy most paprika vagy káposzta, azt lehet mondani, hogy hát én paprikát akarok enni, akkor nem káposztát akarok enni. És ez teljesen rendben is így van, így is. De ugye elérkezik vagy nekem elérkezett az idő, amikor azt megvizsgáltam, hogy egyáltalán mit egyek? Tehát mert ugye szóljuk, hogy egészséges étel, de mi az egészséges étel? Hát anyám annyi dologra mondta, hogy egészséges étel, meg mit tudnak, a média sugallja, hol ezt, hol azt, ha... Na, az se rólunk szól. Tehát nem, az mind eladástechnikai dolog. De akkor hogy vizsgáljam meg, hogy mi az, hogy egészséges étel? Akkor voltam egy darabig vegetáriánus, aztán utána megint nem. Tehát ebben a biokörben megint tartottam állatot, volt biodisznó, biocsirke, minden volt. Aztán utána ezt abba hagytam mindent, és akkor már 10 éve nem eszek állatot. És akkor az összes létező ilyen étkezési stratégiát tanulmányoztam. Tehát ami megjelent, azt azonnal tanulmányoztam. Már nem kell sok időt foglalkozzak ezekkel. Ugyanis egy dolog lényeges.
találtam egy tiszta választ. Egy tiszta választ magamnak. Az, hogy a nekem való ételeket fogyasszam el. Hát mondtam, hogy mi a nekem való? Melyik könyvből olvassam, hogy mi a nekem való? Ugye? Hát milyen viselkedem? Majd egy könyv megmondja, hogy mi a nekem való? Hát akkor magamra kell figyelni. És akkor ebből rájöttem, ahogy egész fölnövekedésem során, az összes ilyen iskolai, meg társadalmi életem során arra lettem sugallva, hogy ne figyeljek magamra. Minden válasz ott van. Sőt, már nem is tudok magamra figyelni egy idő után. Tehát amikor azt hiszem, hogy figyelek magamra, akkor a kultúra hangja válaszol. Most a tudatomban van két csoport, az ömde számítógépen két Winchester-e volna, két ilyen program memóriája, mondjuk, és az egyik, amiben a hozott anyag van, a másik, amit itt betöltött a kultúra. Hát a kultúra az az uralkodó, magyarul. És hogy honnan jön a válasz? Ha a hozott tudásból jön a válasz, akkor az minden szívből jövő, és az tiszta, és az rólam szól, és minden válasz ott van, hogy mi a nekem való étel. Ha pedig nem tudom innen meghallani, akár nem, hogy csapogok ilyen, valaki mond egy jobbat, akkor hú, azt megpróbálom, ezt is megpróbálom, azt is megpróbálom. Na ezt érdemes abban, tehát arra tanított engem ez az egész ilyen természettel való kapcsolatom, hogy figyeljek magamra. Ez a legfontosabb. És akkor itt a viselkedések, mert ez mind viselkedés, hogy milyen a szándéka annak, aki ennek ellenkezőjét javasolja. Aki azt mondja, hogy egyek februárban epret meg paradicsomot egyek. Mit akar az tőlem? Hát a pénzemet. Most a pénzed, ennyi. Na most hát, ha ilyen viszonyban vagyunk, ha ezt látom, hát akkor már is nem ugrok be. Tehát csak a viselkedésünket kell megváltoztatni. Milyenre? Megint csak egy mondat kell, hogy a válasz legyen. Ha sok a mondat, akkor eltévedek. Arctól arcig. Arctól arcig kell, hogy intézem így a dolgokat. Ez első szint. Mert akkor pedig más nem csapjuk be. Tehát szeretettel. Orsi? Épp azon gondolkoztam, hogy milyen jó, hogy itt vagy velünk. Én tudom, azért írtam. Mert én női lényként sokkal inkább így érzésekben élem meg ezt az egész dolgot, meg ezt a harmóniát, amit a természettel megélek, és olyan jó, hogy te ezt egy ilyen olyan kis rálisan le is tudod vezetni. Így érvekkel. Tudod, azért is jó, hogy itt a Csaba, és nagyon örülök, hogy ráért eljönni, mert ő azért a 4D Szabad Egyetemével, amit ő ezt a fajta tudatos gondolkodást, ő ezt úgy elég szépen képviseli már hosszú évek óta. Azért erről egy pár szót, ha mondanál nekünk, úgy az egész gyerekneveléstől kezdve a tanítástól a mindenit, tehát hogy megtaláljuk valóban önmagunkat, abban nagyon sokat segít az, amit a Csaba eddig már az asztalra vetett. Úgyhogy átadom neked megint a mikrofont. Az előbb mondta Tim, hogy szeretettel készült étel, ugye? Volt egy ilyen szó, hogy nekem való étel. Honnan tudom, hogy mi a nekem való? Tehát amikor már van egy képem, hogy nekem nem vegyszeres étel való, mondjuk, akkor az a következő, hogy honnan szerzem be? Egy másik embertől. Milyen viszonyban vagyok a másik emberrel? Ha nem vagyok jó viszonyban, elolvasom a feliratot a boltban, hát becsap. Mert ő nem is ismer engem, hát nem szeret, nem akar nekem semmit különösen, egy dolgot akar tőlem, a pénzemet. Én csak egy adat vagyok neki. Tehát itt keletkezett egy tiszta válasz, hogy hogyan szerezzem be az ételemet? Hiteles kapcsolatban. Ennyi. Tehát ez a legfontosabb. Hiteles kapcsolatban intézem a fontos dolgaimat, és így az ételem tovább, az étel egy tanfolyam volt nekem, mert az összes többi dologra aztán átvittem, hogy hiteles kapcsolatban intézem a dolgaimat. Akartam egy példát mondani, de hogy arra ne kalandozunk el. Akkor az volt a következő, hogy na most egyek húst, ne egyek húst, vegyszer, meg nem vegyszer, hogy ez ilyen folyamatos ilyen dilemmázás. Hát én ha úgy simán levezeti nekem valaki, hogy ilyeneket szoktak mondani, hogy
Azért kell húst enni, mert az ember fogazata mutatja, hogy húst kell enni, mert hogy ilyen vegyes táplálkozású fogazata van. Tehát minden evő. Na, de hát ez logikailag téves. Az, hogy minden evő fogazatom van, az nem azt jelenti, hogy mindent kell ennem, gumit se eszek. Az azt jelenti, hogy mindent ehetek. Tehát választhatok. Tehát magyarul egy olyan lény vagyok, akinek nincs így kijelölve, hogy te füvet egyél, te meg edd meg a rókát, hanem megehetsz bármit, és válasszál, te döntsél. Tehát ez a legfontosabb dolog, amit nekünk itt most emberi lényként meg kell tennünk, hogy elkülönítsük a nekem valót a nem nekem valótól. Tehát a vegyes fogazat nem azt jelenti, hogy mindent kell lenni, hanem mindent ehetsz, és választál. Na most nekem ez így egyszerűsödött le, hogy meg mi az, hogy mama főztje? Ugye? Az egy csodálatos dolog a mama főztje. Mitől jelentős dolog a mama főztje? Hát képzeljétek, amikor felnőtt ember lettem, és akkor csináltam ilyen ételcéget, mert ugye így lett a föld, meg hát ételgyártást csináltam, meg büféket, meg konyhákat, és akkor lett egy ökológiai kör, és onnan visszajött a hulladék, és akkor innen meg ment oda a zöldség, meg a húsi, meg mindenféle. És ott lett egy mesterszakács ott a cégbe, tehát őre bíztam ezt a dolgot, és hát megrázó élmény volt, mert kiderült, hogy nem tudok főzni. És kérdezik, az is kiderült, hogy anyám se tudott főzni. Hát ez azért megrázó dolog. És akkor mégis miért jön a mamám a főztje? Hát nem azért, mert úgy van összeállítva az a borsóleves, hogy másképp, hanem azért, mert amikor én azt ettem, akkor egy olyan szeretett érzésben voltam, amilyen érzésben máskor nem. Tehát az anyai szeretet az, amikor táplált. Tehát amikor a kémia órán ott voltunk, és kokit kaptunk, mert nem tudtuk a perőzős táblázatban a 65. elemnek a rendszámát, az egyébként 65, akkor a kudarc élmény volt. Tehát nem a kémiát nem szerettük, hanem a kudarcot nem szerettük. Itt nem a borsóleves a finom, hanem anyám szeretette a finom, amit a borsóleves föl emlékeztet engem erre. Tehát akkor milyen ételt is szeretnék fogyasztani? Hát ez tisztult le nekem. Szeretettel készült ételt. Mert ez érted mindannyiunkat. Akkor áramlik az energia, megint szabadon és boldogan érezzük magunkat. Na és akkor milyen a szeretettel készült? Hát a szeretettel készült egy étel, abban biztos nincs méreg. Tehát aztán a másik. A szeretettel készült étel, akkor én nem ölök meg senkit azért, hogy együnk. Képzeld, hogy szeretjük egymást, és közben öltem. Hasonló lény, mint én vagyok. És akkor ebben még egy irányt kellett megvizsgálni, hogy ugye ezen az éghajlaton kellene-e megenni az állatot. Mert ha eszkimó lennék, akkor mások nem nők jarépa. De nem kell ezen az éghajlaton megennem az állatot, tehát semmi szükségem arra. Tehát az, hogy én az étel, meg honnan ismerem föl, hogy egy étel étel? Hát a darabig onnan ismertem föl, hogy ami a tányér fölött volt, az volt az étel. És arra kellett figyelni, hogy csak a tányérig egyek. Aztán, amikor ugye ezen már egy kicsit gondolkoztam, akkor ugye az ételnek a formája, a színei, az illata. Tehát, hogyha mi tudunk csinálni 30 féle fasírozottat zöldségeinkkel. A fasírozott az egy forma, az egy struktúra, az egy alakzat, meg egy összetétel, meg egy állat, meg ilyesmi. A fasírozott az nem, abban nincs előírva, hogy miből van, az csak egy forma. Ezt a formát bárhogy elő tudom állítani. És akkor arra gondoltam, hogyha nekem nem kell megenni az állatot, akkor nagyon csúnya viselkedés az, hogy azért az örömért, azért én megöljek valakit. Tehát én nem mondok le semmiről, hanem boldogítom a saját életemet folyamatosan azzal, hogy finom zöldségételeket eszünk. Tehát szeretettel készült étel, ezt mindenki saját maga könnyen megtalálja, nem kell olvasni ezért könyvet. A szeretettel étel készült étel nem vegyszeres, nincs benne ölés. Így került nekem ez a vegetáns is. Na, azt csináljuk, igen. Tehát azt csináljuk, hogy ezt az ételellátást is másképpen leszálltam az ipari viselkedésről. A dolog lényege az, hogy amit tanultam itt az ételügyén, vagy a természettől,
hogy hiteles kapcsolatban az életem összes többi dolgára ezt hittem át. Tehát hiteles kapcsolatban intézem a fontos dolgokat. Ez az egyetlen mondat kell ahhoz, hogy ebből a kapitalista típusú szerzésen alapuló, egymásra gázoló világból így állnak az erők, ebből átmenjek egy olyan világból, így állnak az erők. Most egy énekkar nem úgy működik, mint egy cég. Egy cég ugye úgy működik, hogy ilyen hierarchiában. Főnök a beosztott kutya. Egy énekkorban nem lehet, hát akkor egymásnál hangosabban énekelünk. Ugye? Tehát minden élőlény úgy működik, hogy ilyen együttműködő részek összessége. Ha táncolunk, én meg te, akkor egyszer csak mi válunk, megjelenik a mi. Amikor egymásra hangolódunk. Az egy másik lény, egy magasabb szintű lény. Amikor abba adjuk, akkor megint én leszek, meg te és az a mi. Ezt a mit szeretjük megélni. Tehát szeretünk mivé válni. Azért szeretünk miben lenni, mert akkora energiaáramlás van, amit én otthon nem tudok előállítani egyedül. Tehát szeretünk mivé válni. Na most, ha hiteles kapcsolatban intézzük a dolgainkat, akkor elhangzott az a szó mind a két oldalról, hogy a felelősség. Igen. Az összes létdolgomat így intézem. Hát nem, azóta nem veszünk gyógyszereket, nem megyünk ilyen, vannak ilyen fehér köpenybe emberek, és ide van hímezve pirossal, hogy orvos, és akkor ilyenekhez nem megyünk. És akkor az iskolaügyet is átvizsgáltam, hogy a családban, a gyerek az iskolában jár. Hiteles kapcsolatban vagyok az iskolával? Az iskolával? Hát nincs is se szája, se szemre, hát kezet sem tudok fogni vele. Annyira nem vagyunk hiteles kapcsolatban. Hát akkor már nem veszek részt. Érted? Ez az egyszerű lett az én viselkedésem, amivel nem értek egyet, abban nem veszek részt. Én azt látom, sokáig én is úgy viselkedtem, meg azt látom, hogy jellemző viselkedés. Az, nagyon, itt is vagyunk, nagyon sokan, akik nem értünk egyet, csomó mindenben. De csináljuk. Hát a boltot mi tartjuk föl. Tehát a parizergyára lehet mondani, hogy szar parizergyár, miért csinál parizert. Na de hát, ha megveszük, akkor csinál. Ha nem veszük meg, magát abba hagyja. Ilyen egyszerű a változtatás. Tehát nekem hiteles kapcsolatban, és akkor nem, mi nem vettük részt az iskolában, tehát a gyerekeim magántanulók, abba hagytam a KFT-zést, tehát ez 11 évvel ezelőtt történt, mert a KFT is szintén az a verseny alapuló dolog, egymással gázolunk állandóan. Volt 6 KFT-m akkor, amikor ezt abba hagytam. És akkor ezt abba hagytam. És akkor meg ilyenkor meg szokták kérdeni, de hát hogy ezt meg, meg mit tudom, hát viszonylag megértem. Tehát így 11 év volt, amíg nem hagytam meg, de úgy, hogy a munkacsoportot, nem azt hagytam abba, hogy munkacsoportokat csinálunk, mert a zongorát nem tudom fölvinni egyedül az ötödikre, kell egy csoport, hanem azt, hogy hogyan szervezzük a munkacsoportot. Tehát nem szervezzük hatalmi hierarchiába, hanem úgy, ahogy az énekart, vagy a kosárlabda csapatot. Tehát egyenrangú emberek vagyunk, és funkcionális, tehát a működési rendbe szervezzük, hogy ki mit csinál. Tehát ez egy másfajta munkacsoport szervezés, ezt én úgy hívom, hogy ez a 4D munkacsoport, ebből egy egészen másfajta közgazdasági rend keletkezett, és így a saját iskoláink, tehát a gyerekeinknek is csináltunk, úgy hívjuk, hogy 4D nem suli, a felnőtteknek a 4D szabad egyetem, itt fönn vagyunk, a páromastal a gyerekeknek játszóházat csinál a kicsiknek, tehát az olyan, mint a 4D nem suli, egy kicsit, akinek van kedvány, kukkancsol be, és ott további infókat is kaphat, és ennyi. Nagyon köszönöm, ezt fontosnak éreztem, hogy te erről beszélj, és még szeretném, ha Orsi, bár már vége van a beszélgetésünknek, mert vége kell, hogy sajnos legyen, de hál' Istennek lesz másik programunk is, és akkor tovább folytatjuk, hogy még amit szeretnél, mondjál el. Köszönöm. Én, mint biokertész hangja szól az éterből alapon, emlegettek, hogy szeretettel készült étel. Azelőtt van egy folyamat. A szeretettel készült alapanyag folyamata. És volt ez a feldobott gondolat, hogy akkor hogyan találom meg azt, hogy mi az, ami nekem jó. Ez egy hosszú út, de a lehető legrövidebb. Erre egyik jó eszköz az, hogy akinek van kertje, én tudom szorgalmazni arra, hogy menjen ki és próbáljon meg a kerttel zöld ábra verbődni. Próbálkozzon meg kertészkedni egy kicsikét, próbálja meg azt a növényt szeretettel fölnevelni,
és azt az alapanyagot, ha beviszi a család a szalára, úgy zárul a ciklus igazából. És ezzel a munkával, hogyha ezt sikerül létrehozni, hogy azt az alapanyag a kis magocska korától a terméshozásig ezt a folyamatot végig kísérjük szeretettel, akkor az igazából a magunk belső útja. Hogyha ezt tudjuk követni, akkor megtaláljuk ezt a bizonyos hangot, ami helyesen vezérel minket. Akkor azt hiszem, ez végszónak nagyon jó volt. Úgyhogy köszönöm nektek, hogy itt voltatok, és nektek is megköszönöm ezzel a kis emlékkel, amit hazavihettek, és mindig úgy fogtok rá gondolni, hogy amit valamelyik részletek a bábállapotban van, azt is bocsátok ki, és legyetek ti is pillangók, és győzzétek le önmagatokat. Ezzel a jelképpel ezt szimbolizálni. Úgyhogy köszönöm a részvételeteket. Köszönöm.